Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok! Kicsit hamarabb kezdtük. Bam! Üdv mindenkinek! Jó reggelt! Még a kávémat szűrtsön egy kicsit. Hello! Bocsi, hogy megzavarom így a VOD nézését. Őszinte leszek, mindig olyan furának tartottam azt, hogy a videósok elmondták azt, hogy lájkolj, kövess, kommentelj. Nyilván mindenki tudja, hogy lehet lájkolni, lehet kommentelni, stb. Stb. De így, hogy átkerültem a másik oldalra, és látom a számokat, az arányokat, így most már értem, hogy miért mondják el minden egyes videóban. És hát úgy itt a streameken én ezt nem szoktam erőltetni, nem szoktam mondani, így a VOD-ban sincs benne. Ezért gondoltam, bejelentkezek és emlékeztetlek rá, hogyha eddig nem lett volna eszedbe. Fontos az, hogy nem azért jöttem, hogy tarháljam itt a pozitív visszajelzést. Hogyha valamit nem jól mondok, hogyha valami hülyeséget, akkor nyugodtan lehet diszlájkolni, nyugodtan lehet kommentelni, helyesbíteni. Nyilván ezek live-ok, nagyon sok baromságot össze tudok hordani live-ban, élőben. Viszont ha kapok visszajelzést, legyen az pozitív vagy negatív, az nagyon sokat segít. Úgyhogy ha van egy fél pillanatot, akkor gondolkozz el ezen, és tedd, amit tenned kell, és jónak látsz. Vissza a VOD-ba. Köszi, szia! Na hát, tegnap kiírtam, hogy ma beszélgetni fogunk kicsit erről a TIR projektről. Szia, Zsikta! Nem tudom pontosan. Vegyük át azt, hogy is fog ez működni. Ki az, aki beszáll. Kinek van esetleg még kérdése róla. Ütemezés nem tudom, hogy tudunk-e mondani, de majd meglátjuk. Úgy néz ki, hogy szerintem a Postman kollekció, nem azt mondom, hogy tökéletes, biztos, hogy nem tökéletes, viszont használható, elkezdhető szerintem. Tehát az alapján már el lehet kezdeni, már úgy nagyjából lát. Körvonalazódik az, hogy mi is lenne ez, és hogyan kellene felépíteni a szerviszket. Sziasztok, jó reggelt! Így már rossz a számot, bocsánat. Igen, szóval úgy néz ki, hogy jövő héten kedden belevágunk a Rustos projektbe itt streamen. Viszont előtte még hétfőn érkezek Csabival a Devent Test negyedik részével, és jövő hét szerdán még lesz egy beszélgetés, az a délutáni stream lesz, ott pedig Méreg Norberttel fogunk dumálgatni kicsit a molekulár keretrendszerről, ugye ő hozta létre, amit mi előszeretettel használunk. Úgyhogy tőle lehet majd kérdezni, meg őt lehet hallgatni, hogy miért is, hogyan csinálta ezt az egészet. Csak nálam szaggat a zene, vagy nátok is? Szerinted egy kezdő programozónak megéri HTML-ben, CSS-ben gyakorolni a programozást? Ez attól függ, hogy mit szeretnél. Hogyha webfejlesztő akarsz lenni, akkor kb. Kötelező azzal kezdeni, mert ezt nem lehet főleg frontenden elkerülni, kikerülni. Viszont maga a HTML és a CSS ugye nem programozási nyelvek, úgyhogy igazából, hogy mondjam, szoktak ezen vekengeni, hogy az nem programozás, de szerintem a programozás elég tág szó, úgyhogy abba pont még belefér részemről. Kibegvédelem a cél. Hát, ahhoz mindenféleképpen kell ismerni azt, hogy hogyan működik a web. Sőt, böngészők, úgyhogy hasznodra válik, mondjuk úgy.
Meg egy jó belépő egyébként a HTML CSS, mert nagyon könnyen lehet valami látványosat alkotni, könnyű megérteni, elkapja az embert, a kapudrog, ugye, amivel rákapsz az egész szakmára. Ahogy az egyik videómban mondtam. Úgyhogy simán. Viszont, hogy azután merre, meg hogy kell indulni, azt nem tudom, mert én nem vagyok otthon ebbe a témába. Azt tudom, hogy már van egyre több ilyen képzés, de hogy milyenek, azt nem tudom megmondani. Jó lesz, jó lesz. Jó. Hálózati ismeretek is kellnek, nagyon kellnek. Hogyha arra gondolsz. Általában azon a területen mozgók szoktak kibervédelem fele mozogni. Viszont én sose voltam jó hálózatból, meg sose érdekelt annyira. Úgyhogy ez is került el ez a téma. De ezt már beszéltük szerintem veled. És már rájöttem. Laró vagyok, köszi szépen a követést, jó reggelt, üdv. Aha, jó, közben. Összeraktam itt a nick neveket fejben. Jó, úgy néz ki egyelőre, hogy, sőt, az biztos, hogy én a Rásztos projektet fogom streamelni, és azt fogom kódolni. Nagyon nem volt jelenkező, aki beszállna, ugye Péter mondta, hogy segít, de hát ő annyira OP, hogy azt mondta, hogy ő csak besegít, mert akkor az úgy nem lenne túl fair. És... De közben is lehet majd csatlakozni. Egyébként, hogyha bárki úgy érzi, ugye open source lesz a projekt, fent lesz a repository, úgyhogy bárki hozzá tud szagolni. Jó reggelt! IP megérkezett. Nem tudok. Stream közben nem tudok. Most kicsit korábban is keltem. Rászos projekt alatt mit értesz? Mert így le vagyok maradva. Jó, akkor foglaljuk össze nagyjából. Ugye, elkezdtünk fejleszteni egy olyan rendszert, ami arról szólna, hogy különböző tematikák alapján OpenAI-ja generál nekünk leckéket. Ez egy ilyen oktató rendszer lenne, ami nyílforráskódú, különböző szakterületeknek tud segíteni, és community alapú. Tehát a lényeg az, hogyha ezt a rendszert valaki felállítja, akkor oda tudja adni egy communitynek, hogy tessék, ez alapján, tematika alapján tudjátok megtanulni ezt a szakmát, vagy ezt a szakterületet. Az OpenAI generál nekünk leckéket, feladatokat, viszont ezeket lehet lektorálni, lehet javítani, tehát nem teljesen az AI-ra bízunk magunkat, és ez úgy néz ki, hogy az első, ez most 11. stream ebbe a témakörbe a TIR projektben, az első hét volt az, ami arról szólt, hogy Rustban írtunk egy kis mini modult, ami semmi más nem csinál, csak kommunikál az OpenAI-jal, és megadta az egésznek az alapját. Közben én kiirdettem egy challenge-et, ami arról szólna, hogy erre a modulra épülő API webes backend szolgáltatást, ami már üzleti logikával rendelkezik, autentikál, role management, stb. Azt csináljuk meg különböző keretrendszerekben, különböző platformokon, különböző megoldásokkal, és így csapatokba verődve nézzük meg, hogy
nem tudom, mit, igazából mit nézzünk meg. Igazából ez egy ilyen kihívás, amiben lehet sokat tanulni, lehet a csapatmunkát gyakorolni, hogyha valaki eddig még nem tudta, kezdőknek nagyon tudom ajánlani, hogy beszálljanak. Van egy csapat, a Node.js-es csapat, akik TypeScript-be molekulárral fogják ezt csinálni, hogyha jól tudom, és ott is olyan emberek vannak, akik valaki a molekulát nem ismeri, valaki a TypeScript-et nem ismeri, valaki ugye az egész Node.js-t nem ismeri, de összeverődtek, és akkor együtt fogják csinálni, és remélhetőleg sokat fognak belőle tanulni. Én a Rásztos projektet fogom streamelni, és azt fogom csinálni, valamint ha jól tudom, akkor Nathanunk Go-ban fogja, lehet hozzá csatlakozni, DC-n ott van a különböző channel, ott lehet felvenni a kapcsolatot, és be lehet szállni. Orosz nyelven lehet programozni, vagy csak angol lehet érvényesülni mindenféle képen a VS Code-on belül? Hát programozni angolul programozunk, meg olyan nyelven, amilyen nyelv, programozási nyelven programozunk. Nem tudom pontosan, hogy mit értesz orosz alatt. Tesztő Csabi készít Dummy OpenAI Service-t. Még ott fel kell venni vele a fonalat, hogy hogy lesz pontosan ez az egész. A héten nem tudtunk erről beszélni, mert nem tudtuk összeegyeztetni. De jövő héten, hétfőn ezt is fogjuk érinteni, hogy hogyan fog a két csapat úgymond együtt dolgozni. Tehát a kódok nem angolul vannak leírva, illetve megemlítve, hanem orosz nyelven. Jaj, nem, angolul, nem tudom ki. Kihangsúlyozni eléggé, hogy angolul programozunk, tehát angol változókat használunk, angol szavakat. Nem, semmi más nyelvet nem használunk. Nem az orosz szavan gond, magyarul se programozunk. Nem. De azért ahhoz nem kell nagy angol tudás szerintem. Tehát azért nem egy folyószöveg. És cirill betűket se használunk, mielőtt megkérdeznéd. Na igen, és akkor az a terv, hogy én itt streambe fogom a Rustot tolni, és időközönként azért ránézek majd, hogy a többi csapat hogy áll, akár megbeszélhetjük, belenézhetünk, stb. Stb. És a végén összevetnénk. Én úgy terveztem, hogy mindegyik platformra mindig platformnak lesz majd egy környezete. Én majd előállítok egy környezetet mindegyik platformra. Ugyanolyan vassal, ugyanolyan architektúrával, és ott lehet megtesztelni. Ugye teszteljük le csatornától Csabi mondta, hogy ők csinálnak API teszteket hozzá, tehát lesz automatizált API teszt, ami megnézi, hogy tényleg azt csinálja a backend, amit szeretnénk. Ezért kezdtük a PostManage kollekció definiálással, hogy ők is lássák, hogy nagyjából mire kell számítani. Postman meg az API leírás még kicsit változhat, biztos fog változni, de ettől ne jegyen meg senki, ez a való életben is így van. Tehát, hogy egyszerűen mindent előre nem lehet ledefinálni, bármelyre is akarja az ember, vagy akkor nagyon sokáig tartana egy ilyen fázis. Na igen, ilyeneket nem csinálunk. Igen. Szóval, ha elkészültünk a projekttel, akkor 5 szempont alapján értékelnénk őket. És ez 5 szempont lenne a performancia. Felrakjuk ugyanolyan környezetbe, és megtekerjük őket, megnézzük, hogy melyik tud gyorsabban teljesíteni, úgymond. Melyik bír több konkurens user-t, stb. A másik szempont az a line of code, hogy mekkora kódbázis kellett ennek a megírásához. Ezek a szempontok súlyozva lesznek,
mert nyilván nem biztos, hogy a line of code a legerősebb szempont, viszont egy nagyon jó mérőszám lenne arra szerintem, hogy lássuk, hogy mennyi billentyűítés kell különböző technológiáknak. Utána lenne a code coverage. Igen. Mennyire van letesztelve? Úgyhogy unit teszteket is kell írni. Hoppá. Ezután jönne az, hogy a Csabék által megírt automatizmus, az mennyire, hogy mondjam, de mennyire megy át azon a teszten, amit ők írnak. Hát remélem, hogy mire oda kerülünk, azért mindenki 100%-ra fogja teljesíteni. De talán ez az egyik legerősebb feltétel. És az ötödik szempont lesz a közönségszavazás, amit valószínűleg itt streamben fogunk majd megszavazni, hogy kinek melyik projekt felépítése, átgondolása, megvalósítása tetszett a legjobban. Te programozás terén milyen poszban vagy? Kibergvéden, webfejlesztés, rendszergazda? Én CTO vagyok a Kógyár Kft-nél. Tulajdonos és technológiai igazgató, hogyha így akarjuk mondani, amúgy meg nem tudom. Egyébként én webfejlesztéssel kezdtem, aztán mobil alkalmazás fejlesztést toltam jó pár évig. Backend, frontend. Igazából egy ilyen túlértékelt full stack fejlesztő vagyok. Vagy mondhatjuk úgy, hogy túlfizetett full stack fejlesztő. Ha már megfordult a fejembe ez a poén. Nem tudom, hogy van-e olyan itt, aki szeretne csatlakozni, de még nincsen teljesen meggyőző róla. Vagy nem tudja, hogy mibe csinálja. Melyik nyelveket használod a legtöbbször? Hát én viszonylag keveset programozok. Tehát a legtöbb programozás, amit végzek, az általában itt van. Bármilyen most az elmúlt egy-két hónapban nem igaz, most aktívan Node.js backenden és frontenden React TypeScript megy, mert beszálltam egy projektbe. Egyébként, amivel eddig foglalkoztam, az Java, GVT, Ruby, Ruby on Rails, Node.js, TypeScript, Swift, Objective-C, kicsit ghostam, de az egy sötét időszaka volt az életemnek, arról már nem szeretek beszélni. Úgyis a nódosok nyernek. Mi ez a hozzáállás, kérem, Fargó? Mi ez a hozzáállás? Ott van, IP győz meg, hogy gózatok, ő is nagy gós. Vagy már beszállt? Nódosok itt sincsenek szerintem most. Alszanak. Tegnap úgy nekiálltak kódolni. Igen, ma egy kicsit rövidített stream lesz, mert délőtt van egy jelenésem. Úgyhogy kb. Olyan 8:30. A nódos változat is lehet valahol követni. Hát ugye fent lesz a GitHub repository, ott látni fogjátok a kódot, mindent. Egyébként meg Discordon megtaláljátok a csapatot, ott kommunikálnak, szoktak beszélgetéseket csinálni. Eddig egy volt, de elvég lesz több is. És ott szerintem nyugodtan be lehet kérdezni, el lehet őket érni. Ha nem is akartok beszállni, de lenne kérdésetek, mert látjátok a kódot, akkor szerintem szívesen fognak válaszolni. Fejjel fekete programozás pártod inkább, vagy ebben inkább nem adná bele választ?
Hát én szeretem a színeket, úgyhogy én szeretem, hogyha színes monitoron programozunk színes VSCO témába. Mit jelent az, hogy fehér-fekete programozás? Annyit, hogy van egy sejtésem, de... Nem tudom a pontos definícióját. Szóval Gombino, megtalálod őket szerintem, és tudod követni a munkájukat. És tudsz tőlük kérdezni. Hackeridő töltése használod a kódokat, vagy pedig etikus módon oldod meg a pontzási kódokat, nem pedig rossz használod. Én olyan kódokat csinálok, amiért fizetnek. Legálisan. Az a legjobb érzés. Nem próbáltam még semmit hackelgetni. Nincs is meg hozzá tapasztalatom, illetve annyira engem nem izgat ez a dolog. Én sokkal jobban szeretem azt, amikor van egy ügyféligény, és azt ki tudjuk elégíteni, és azért minket kifizetnek. Nem szeretem a zavarost. Egyszer hackeltünk egy rendszert, ha lehet hackkelésnek mondani, de arról inkább nem beszélnék. De az se hackkelés, csak hogy az ember tudja, hogy működik a... hogy működnek a webes fizetések, akkor ki tudja játszani, ha valaki nem kellő odafigyeléssel implementálja. Gondoltam egy kódjáros táborra így nyáron, vagy valamilyen szünetekben. Táborra még nem. Még egy találkozót se hoztunk össze, nem szerveztünk. De így, hogy tábor, így még nem hallottam. Még ez így nem jött fel ötletnek. Nem gondolkoztam még rajta. Amúgy cuki lenne. Általános iskolásoknak ilyen kódoló, kódjáros tábor. Elvileg repót már megcsinálták, csak ugye most van a Szeged ifjúsági napok, és többen mennek oda, ha jól tudom, úgyhogy ez a hét még ilyen megbeszélgetős, tervezős. Akkor most nem tudom, igen. A másik, én írtam a JetBrainsnek, hogy figyú, már lenne itt egy ilyen projektünk, tudnak-e támogatni szoftverrel valamilyen szinten, és azt mondták, hogy persze van nekik ilyen open source programjuk, mármint, hogy támogatásuk, open source projekteket támogatnak olyan szempontból, hogy adnak fejlesztői környezeteket. És ha megvannak a repók, és elkezdődik rajta az aktivitás, akkor igényelhetünk JetBrains szoftvereket, amiket ingyen használhatunk. Nem tudom, hogy kinek mennyire lenne erre szüksége. Én a Fleet-et gondoltam, hogy újra ránézek és kipróbálom. Meglátjuk, kinek mire lenne szüksége. És persze csak non-commercial dolgokra lehet használni ezeket. Úgy értettem, hogy amúgy is ki akartam próbálni.
Ez kérdés, fekete-fehér kapus kódolást csak azért tettem fel, mert most nagyon felkapott sajnos az, hogy sok a banki hamisító webhacker, aki lekéri mások banki egyenlegéről a kapott pénzt. Szerintem azt nem lehet csak úgy lekérni. Általában ugye a hackkelés, nem értek hozzá, de amiket így hallok, általában az embert verik át. Ott volt most ez a 2FA-s őrület, itt Magyarországon ugye mindenkit hívogattak, meg kicsalták tőlük a 2FA kódot. Nálunk, amikor volt egyetemen kiberbiztonság, vagy nem is tudom, hogy hívták óra, akkor azzal kezdte Pici bácsi, hogy mondta, hogy az embert kell meghekkelni, nem a rendszert, mert sokkal egyszerűbb. Ha az embert meghekkeled, akkor mindenhez is hozzáférsz. Szóval az embert kell átverni. Nem értek hozzá, ami hozzám eljutnak ilyen hekkelések, mondom, azok általában az, hogy csalók jól átverik az embereket, vagy pedig kijátszanak egy külső rendszerben valamilyen figyelmetlenséget. Szerintem pusztán egy banki, hogy mondjam, tehát magát a banki szoftvert meg kell kelni, azért az szerintem nem egy kis pályás dolog, tehát általában nem az szokott lenni a probléma. El sem tudom képzelni, hogyan lehetne. Viszont az, hogy egy külső rendszerbe nem tudom, kijátsszák az, hogy nincsen az IP callback leimplementálva, vagy bármi ilyesmi, az egyértelmű. Nem tudom. Figyelj, néha még én sem tudok belépni a saját fiókjaimba. Teljesen ismeretlen, nem tudom, hogy tudná. Szerintem egy kicsit túl van ez a hackkelés misztifikálva. Ezek csalók, akiknek jól pörög az agyuk, és tudják, hogy hogyan lehetne kijátszani a rendszert. Hát még a fejlesztők se férnek hozzá a banki szoftverekhez. Citromcsavaró, 9 hónap! Megszületett lassan. Köszi szépen, jó reggelt! Köszi a támogatást, és hogy itt vagy. Fargó mindig bejelenti, hogy lép, és utána még 5 perc múlva még írkálgat. De köszi, hogy itt voltál, Fargó. Szia! A TIR projektről, meg a hackerésről, attól függ. Igazából bármiről. Nagyjából vázoltam, hogy hogyan néznek ki ez a TIR challenge. Te benne vagy a Node.js-be, Citrom? Vagy behalusztam? Nem. Te melyikbe vagy benne? Melyik csapatban? Szomorú. De legalább szub vagy, akkor megbocsátjuk. Aha, pedig érdekes lett volna szerintem. Az a baj, az én lakcímem publikus, úgyhogy én ilyenektől nem annyira félek.
Szóval megnéztem volna Kotlinbe az implantációt. Egyszer kipróbáltam a Vaport, Swift, backend. A Swift nyelv szerintem tök jó, és egyébként a Kotlin is tök jó. Nem tudom, hogy backend-en mennyire fognak ezek elterjedni. Nyilván inkább csak fanból, mert nem nagyon tudja felvenni a versenysebességben egy Rust-tal vagy Go-val. Hát de igen, de most ez most nem arra megy, hogy melyik a legjobb igazából, csak na, legyen már valami szempont, ami szerint értékeljük. Itt a lényeg az, hogy tanuljunk. Igen, meg higgyétek el, írtok ti olyan kódot, olyan gyors kódot, mint amilyen lassú kódot én rászban. Tehát, hogy... És hány éves már a cég, ha szabad kérdezem, vagy még friss a dolog? 10 éves lesz januárban, hivatalosan. De 11, már most 10 éve, hogy mi elkezdtük. Csak maga a cégbejegyzés az január 16-án indítottuk el 2014-be. Fú. De még mindig friss. Nincsen határidő, nincsen határidő. Hidd el, tehát nálam lassabban nem fogtok tudni haladni. Nekem tényleg csak annyi időm lesz, amit itt streamben rá tudok fordítani. Tehát heti 4 óra. Rászban. Tehát, hogy valószínűleg én leszek a leglassabb. Vagy hát attól függ, hogy hozzám csatlakoznak-e. De lesz idő rá bőven, tehát hogy nem egy hét alatt kell meg pár nap alatt összerakni. Tehát ez több hét lesz. Meg nyilván elkezdjük használni, és akkor a engine-be is vissza kell majd nyúlni, biztos, hogy kell benne módosítani, sőt, még nincs is megoldva, ugye, hogy legyen rendes cargo package, vagy nem tudom pontosan az, hogy működik, azt, hogy meg kell csinálnom. Lehet, hogy azzal kezdjük majd kedden, hogy ugye beúszható legyen más szoftverekbe. Csak review-ra, hogy még tovább lassítsam. Igen. Egyébként azt is játszhatjuk, Péter, hogy azt mondjuk, hogy én csinálom, te meg reviewzod, ahhoz lenne kedved. És te mondod rá az áment. És akkor lehet szivatni. Mert nekem tényleg az a célom ezzel, hogy a Rustot jobban megismerjem. És tanuljak belőle. Én így képzeltem abba is. Na, szuper. Szuper, szuper. De királyság. És az engine és az API az hogy fog kommunikálni egymással? Erről lemaradtam. Hát igen, ez az első task, hogy ezt megnézni. Node-ba tudom, hogy lehet natívan behúzni Rust package-et és sívogatni a function-öket. Aztán több ide nem tudom. De meg kell nézni, de biztos van rá megoldás, mert igazából minden nyelven meg keretrendszerben van kb. Erre megoldás. De Node-ban van rá mód. Kb. Ja. Igen, mert hogyha az engine-re csináltunk volna API-t, RESTes API-t, akkor már az... Érted? Abban nem akartam webes dolgokat belerakni.
Na, szuper, ha? Igen, látom, van Go-hoz, van Java-hoz, Node.js-hez. Nyilván C az adott. De van, hogy az is lesz még bőven munka. Ami még kimaradt, kimaradt az API-ból, vagyis hát csak a userből, az a gamification. Kinek hány pontja van, vagy hogy áll. A tematikáknál ott vannak a rétek, de még ezt fogja be kell rakni a userbe is. Pontja. 2 éve. Ami meglepően jó, amúgy az a Flutter Rust Bridge. Na, királyság. A Flutter szerintem nem lesz. Egy dátos. Egyszer csináltunk egy játékot, itt a munkatársammal, egy mobilos játékot. Kitaláltuk, hogy az lenne a lényeg, hogy esik egy labda mobilon, és ahogy swipe-olsz, úgy létrehozol ilyen akadályokat, amiről visszapattan, és akkor nem kell engedni, hogy leessen, meg közben vannak más akadályok, meg ilyenek. És Unity-be csináltuk. Aztán, amikor elkészült, akkor és elkezdtünk vele játszani, akkor rájöttünk, hogy annyira nem jó. Annyira nem élvezetes ez, mint a fejünkbe volt. És lehet, hogy ez a projekt is az van, hogy mire összerakjuk, azt mondjuk, hogy ennek amúgy sok értelme nincsen, viszont dolgoztunk valamin, és tanultunk új dolgokat. Tök jó, hogy a nódosok összeverődtek, szerintem ők nagyon sokat fognak tudni tanulni egymástól. Úgyhogy, ahogy szokták mondani, az út a fontos. Igen. Szerencsére, vagy nem szerencsére, azért nincs olyan sok csapat, hogy azon kell gondolkodni. Láthatatlan, te melyik csapatban vagy? Tényleg, hát elvileg izé. Lenne PHP is, nem? Nem? Ki mondta a PHP-t? KT? Ó, oh, nem mondj már ilyeneket. Ügyes vagy te, megoldod. Hát nem tudom, ez nem értek.
Nem tűnik olyan bonyolultnak. Egyébként igen. Hát most így csak gyorsan rákerestem is. Nem tűnik olyan bonyolultnak, bár nem értem teljesen. Kifogások. Kifogások, kérem szépen. Az a például GRPC, az előnye, hogy az adatsúcsokat egyszerre kell definiálni, és aztán generálsz minden nyelvhezből a kódot. Na nézzük. De szerintem igen, de itt nem azt akarja, hogy egy projektben Rust Code meg .NET Code? Kenyi Wolf, kösz szépen a követést, jó reggelt, szevasz! Buda the Wise. Neked is köszi szépen a követést. Szóval itt nem arról lenne szó, hogy egy projektben lenne keverve C-Sharp és Rust Code is. Én azt olvastam, hogy ez a CDYlib, hogyha így forgatjuk, akkor be tudja húzni függőségnek. Úgy értettem, hogy nem mindegy az, hogy a SLC source mappádon belül van C-Sharp meg Rust file, meg nem mindegy az, hogy a külső dependenciát használsz, ami Rustban van megírva. Mert van egy olyan érzésem, hogy ha egy projekten belül akarsz, nem dependenciaként, hanem keverve vannak a kódjaid, az sokkal bonyolultabb.
Mert most, amit küldött Péter, itt ez egyszerűbbnek tűnik. Nyilván ebbe bele kell nyúlni a rásztos projektbe. Nem tudom, hogy... Mert ha valami bele kell nyúlni, akkor belenyúlunk. Csak nem tudom, hogy ez problémás lesz-e más platformokkal. Aha. Hát figyelj, van itt még egy. Interoptopus. Ezt, ha jól értem, akkor C-sharp kódot generál, de egyetértek. PTR uses snake case. Nem úgy tűnik, hogy dolgoznak rajta aktívan. Hát ez a foreign function interface. Pepsi 31, köszi szépen a követést, üdv! Én aztán Pythont és Node.js néztem, és ott így easy peasy volt. Szia, jó reggelt! Ott is amúgy az FFI van. Aha. Hát ezt még ki kell akkor kutatni. De mondom, hogyha bármit módosítani kell, vagy csinálni kell, akkor kommunikáció. Kommunikálunk, és akkor megoldjuk. Ez így működik a való életben is. Megcsinálunk workaroundot. Tudod,
Tudtad a nevem, egy csomóan először Péter mondanak. Jól mondtam a neved? Örülök akkor. Most így héten nem emlékszem, zsigerből jött. Ami érdekesebb még, hogy async Rust, és azt kíváncsi vagyok, hogyan oldják meg az emberek. Async módon. Ügyesen. Vagy akkor az engine-t is meg kell mindenkinek írni magának. És egyből bonyolulik a projekt. Vagy kimokkoljuk. Hát az a baj, ebből én sem nagyon értem. Péter érti, meg IP, hogy miről beszélnek, én csak belekotyogok. A lényeg, hogy van egy modulunk, amit szeretnénk, meg van írva a Rustban, és más környezetben, más nyelvek által írt szoftverbe szeretnénk integrálni, meghívni. Azon gondolkodok, hogy összedobok egy Rust Hello World-öt, és megnézem, hogy C-sharpból, Go-ból tudom-e pöcögtetni a DLL-t, Go-t. Az egy jó ötlet. Nem baj, nincs akadály. Így van, ez a helyes hozzáállás. Async függvényeket nem lehet a két nyelv között átvinni, azt hiszem semmelyik nyelvben, de a Tier Engine viszont végig async függvényekkel van tele. Ez a probléma nagyjából. Szerintem amúgy az ilyen típusú dolgok, hogy meg kell oldani, hogy két modul kompatibilis legyen, és együtt működjenek, kifejezetten hasznos skilleket tud adni. Az ami biztos. Sok szíves elnyeri jutalmát. Nincsen határidő, Fargo, most még így. Vagy legalábbis elég távol van. Ahogy mondtam, valószínűleg én leszek a leglassabb. Mert én csak így streambe fogok haladni vele. És az ugye heti 4 óra, hogyha megtartom mind a két streamet, és ezen dolgozok. Meg ugye plusz ez a 4 órában én azért beszélgetek is veletek, tehát hogy lassan fogok haladni.
Szefan Gameplay, kösz szépen. Követést. Üdv közöttünk. Jó, hát... Na, hát azért van pár dolog, amit még itt meg kell oldani, meg ki kell találni. Nem tudom, Péter, egyébként mi a rásztos kódon tudunk valamit módosítani? Hogy jó legyen is egyszerűbb. Több szokott lenni. Ez még egy gyenge reggel. Mert közben szerintem célszerűbb, lehet persze mindig szépíteni, de minek. Úgy értettem, hogy valamit átírni, hogy könnyebb legyen integrálni. Nem szépítésre gondoltam, hanem hogy hát persze, azt értem. Ide van. Valami ilyesmire gondoltam. Legrosszabb esetben írni kell egy hangspillert, ami adott nyelvre fordítja a Rascal-t. Fú, ez így most hosszú. Valóban. Még utána nézzünk akkor, hogy hogyan lehetne. Meg szerintem akkor azzal kellene kezdeni mindenkinek, hogy megnézni, hogy meg tudja hívni. Ezért is akartam határidőt, mert most tényleg különböző platformokon, különböző eszközkészlettel eszközkészletekkel dolgozunk, nem lenne fair. Nyilván nekünk egyszerű rásztos projektben ezt modult használni. Viszont hogyha valahol valami nagy kihívás van és sikerül megoldani, akkor szerintem azt így jó lenne megbeszélni. Nem tudom. Oké, köszi szépen. Lehet igen, hogy ezt neked kellene. Szerintem működik Windows alatt is. Vagy nem tudom. Biztos lehet. Csak na, ez most olyan, mint a Docker, az is megy Windows alatt, csak azért van vele szíves.
Teljesen Windows API támogatás is van Microsoft által. Nem a Microsoft is bejelentette, hogy a Linux is, meg a Microsoftnál is. Hogy valamit újraírnak, Raspa. Core Windows Libraries in Rust, Rewrite. Na jó, van. Fiatalok. Nekem lassan indulnom kell. Kösz szépen mindenkinek, aki itt volt. Szerintem azért pár dolog itt kiderült, meg tök jókat dumáltunk, úgyhogy viszonylag aktív volt ez a reggel chat szempontból. Jövő héten hétfőn érkezünk Csabival, kedden akkor belevágunk a Dear API-ba Raspban, és szerdán pedig, ahogy említettem, a Molekulár JS megalkotójával, Méreg Dorbival, Ice Pop-val fogunk beszélgetni délután. Ha valakinek van kedve csatlakozni a TIR projekthez, akkor csatlakozzon DC-n. Nyugodtan lehet kérdezni, nyugodtan lehet beszélgetni a témáról, hogyha valaki még nincs meggyőzve, vagy gondolkodik, úgyhogy semmi se kényszer. Kommunikáljunk. Jó hétvégét nektek, és találkozunk jövő hét kedden reggel. Ciao.